Iskola, ahová örömmel járnak a gyerekek a biztonságos, szerető légkör miatt. Ez a 65-ös számú általános iskola. Fiatal, motivált pedagógusok is szívesen választják az ötös sulit a nyugodt légkör miatt. Teljes a szakos ellátottság. Ez az iskola 1979-ben nyitotta kapuját, ez nem most volt már, jövőre lesz 45 éve, és már akkor az akkori vezetés és az akkori tantestület, Célul tűzte ki, hogy egy iskolának olyannak kell lenni, ahová örömmel járnak a gyerekek. Mert csak akkor teljesítenek jól, hogyha ide örömmel jönnek. Tehát a mi szlogenünk már nagyon régóta ez, hogy a gyerek szeressen iskolába járni és örömmel jöjjön minden nap. Ez nem mostani keletű, nagyon-nagyon régóta, és én úgy vélem, hogy az ötös iskolába szeretnek járni a gyerekek. A közvetlenség áthatja a hétköznapokat. Sikerélményt is szeretnének adni a tanulóknak, legyen szó akár művészeti területről, vagy sportról. Hisznek benne, hogy a gyermekek akkor tudnak jól teljesíteni, ha a belső világuk a külső világgal összhangban van. Oktatásukat a változó világ igényeihez igazítják a mi pedagógiai programunknak a fő célkitűzése, mint ahogy mondtam, az iskola 45 éves, és a 45 év alatt azért ez változott, hiszen változott a humán erőforrás, így a pedagógiai programban is az erősségek változtak. Annó annak idején a 65-ös iskolát mindenki a sportjáról ismerte, és ő volt a sport, a nagy sportos iskola valóban. Az akkori humán erőforrásunk lehetővé tette, hogy nálunk nagy számban voltak kézilabdások, labdarúgók, és különböző atlétikai sportokban is jeleskedtek. Változtott az idő, maradt ebből természetesen, de a korral haladni kell, és rájöttünk, hogy föl kell vennünk egy újabb profilt is, mégpedig a digitális kultúrát tűztük ki emelt szinten oktatásként. Felmenő rendszerben, felső tagozatban vezetik be a digitális kultúrát, ez az első tanévük, amikor az ötödikesek már emelt óra számban tanulják. A szabadidő eltöltéséhez gazdag szakköri választék áll a diákok rendelkezésére. Azt gondolom, hogy a sokoldalú személyiség fejlesztést teljes mértékben felöleljük. Ugyanis kiváló, Rajz szakkörünk van, ahol a kézműves foglalkozások, a rajzpályázatok elkészülnek, és a gyerekek fejlődnek rengeteget. Van egy nagyon klassz dráma több éves múltra tekint vissza, karöltve a néptánccal és az ötös kórussal, számtalan városi műsorban szereplők, meghívottak vagyunk, nagyon hosszú múltra tekint vissza, színdarabokat, kis mesejátékokat adunk elő, meghívjuk rá az óvodás gyerekeket, tehát ez egy nagyon gazdag program, és azt gondolom, hogy nálunk most az utóbbi időben még a Tudós Klub is felfejlődött, hiszen kémiai kísérletekre várjuk ide a leendő kis gyerekeket, bemutatjuk. Nagyon jól felszerelt laborunk van, és van hozzá humán erőforrás is természetesen. A sport tekintetében ajánlják természetesen az úszást, a labdarúgást, a kézilabdát, a szivacs kézilabdát, de a természetjárás és a kör is gazdagítja a szabadidő változatos eltöltését, elősegítve a gyermekek személyiségének a kibontakoztatását. Továbbá első osztálytól az idegennyelv elsajátítására is lehetőséget biztosítanak szakköri formában. A kötelező nagy szerint a digitális kultúra harmadik évfolyamtól jelenik meg, és az idegen nyelv nálunk úgy van, hogy harmadikban mi a szabadon választható órakeret terhére biztosítunk két órát, negyedik évfolyamtól pedig természetesen a nagy szerint kötelező. Arra törekszünk, hogy az idegen nyelv is, Minél nagyobb óra számban legyen oktatható, és minden utat megkeresünk, hogy ez megvalósuljon. Első, másodikban a játékos szakkör, harmadikban a szabadon tervezhető óra keret, terhére két órában van idegen nyelv, és aztán negyediktől pedig heti három órában, felsőben pedig heti négy órában van. A leendő első osztályosokat március 4 -e és 7 -e között sportolni várják, majd 18 és 21 -e között szervezik meg a tudós klubot. Március 27-én pedig az okos gyerek okos játékai kerülnek előtérbe az Ötös szigeten. Április 10-én nyílt napot tartanak, ahol az óvodások betekintést nyerhetnek a lendő első tanító néni kúrájba egy kötetlen beszélgetés mellett.